Ó, kis vihar. Elektromos vihar van a szoba fölött. Igen, itt van ördögűzés. Mi a... Pöcskinsz lesz majd. Így az ördögűzés jut eszembe. Jött be egy balfasz. Pont ebédidő volt. Szóval akkor beszoktam zárkózni a kis kameraszobámba. Aztán így tolja be valaki így a kameraszoba ajtaját. Tök jó sztori. Azt mondja, átjött egy ilyen, hát ilyen cigányszerű, de nem. Inkább ilyen félcigány csávó. Azt mondta, hogy keresi a parókián az atyát, de nem találja sehol se. Merre van a pap? Mondom, tudja a franc, hogy miről beszél, ott mondom, hogy pap nincsen, ez egy más intézmény. Oda jött a recepciós, amiben segíthet. Beszélgetnek, én be is szahúztam az ajtót, azt látom kamerán, hogy a recepciós le volt döbbenve. Kimegyek, hogy mi a fasz van. Hát, a csávó ördögűzőt keresett, hogy a pap majd csinálja neki ördögűzést, basszátok meg. Ördögűző. Ezek, nem tudom, ahogy hozza be a Fidesz ide a feudalizmust, úgy jönnek vissza a babonák. Ördögűzéssel tüntessék el belőle az ördögöt, mert démonjai vannak. Jézusom, mondom, ezt meg. Mi lesz most már? 10 év, még hogyha ez a kormány hatalmon marad, mi lesz? 10 év múlva már bebeszéli ezt, hogy a emigránsok miatt majd bogarakat zabálunk, ugye? Ezt beszélik. 10 év múlva meg már azért vámpír fogunk karózni az étemetőben, mint a románok, bazd meg. Buzik ezek? Normálatlanok ezek, bazd meg. És komolyan mondom, hogy szerintem így a népbutítás így egybefügg ezzel az egésszel. Hogy a hülye kretén, mivel ugye báros ilyen divat kereszténynek lenni. Divat? Igen, divat, bazd meg. És a legantikeresztényebb hirdeti ezt, bazd meg. A legantikeresztényebb kormány a világon. Aki családokat basz utcára, meg gyerekeket basz gyerekkereskedelembe, meg ilyenek. Meg szervkereskedőknek, meg ilyesmi. Ebből is sok botrány van, csak nem lehet hallani, ha ezért Magyar Király televízióba menetiltják. Bezzeg, azzal nincs baj. Tehát szóval szörnyű. Úgyhogy nem az, hogy személyre szabottan, itt én azt vettem észre, személyre szabottan a nép hűl el totálisan. Itt talán még a fiatalban van kevés reménysugár, a fiatalabbakban, hogy ezeket a geciket elhajtják innen. Mert az idősebbek már nem fogják. Úgy látom, az nekik már jó itt az ördögűzés meg a démonok között, az meg pénz nélkül otthon ülni. Vagy dolgozni 60 000 forinti 12 órába dolgozni. Vidéken ugyebár, mert vidéken ez a meg pestiek talán még szerencsésebb helyzetben van. Úgy érzem, ezt meg kellett osztanom. Hello. Na pokolászunk, ez mi a faszom?